Sziasztok, Deák Szabolcs vagyok. Tetőszerkezet kivitelezése egyre jobb képet mutat, és most pár gondolatot szeretnék megosztani veletek a különböző tető kiegészítő elemekről. Fontos szabály, egyéni védőeszközök megfelelő kobok alkalmazása fontos. Tehát a tetőkiegészítők olyan jellemzően műanyag vagy összetett elemek, amik itt a tetőnek az átszellőzését, a be- és kiszellőzést megfelelően tudják biztosítani, és garantálják ezáltal a tetőfóliánk hosszú távú megfelelő működését, illetve élettartamát. Tehát a reszmenti beszellőzésnél alkalmazhatunk olyan perforált szellőző szalagot, ami azt támogatja, segíti, hogy itt madarak például, vagy nagyobb rovarok ne tudjanak bejutni ebbe a szellőző keresztmetszetbe. A tetőfólia az alsó vonalon szépen cseppentik ki a nedvességet, itt is látszódik, hogy kijut a tetőszerkezetből a nedvesség. Fontos, hogy nem a csatornába vezetjük ezt a nedvességet, hiszen hogyha oda jutna, akkor hogyha téli körülmények között hó van a csatornában, illetve a fagyás-olvadási ciklusok miatt úgynevezett jégsánc képződés is be tud következni, ami pedig azt fogja eredményezni, hogy el fog tömődni ez a beszellőzési keresztmetszet, ami semmiképpen nem jó a tetőszerkezet, illetve a fólia szempontjából. Aztán a beszellőzésnél még lehetnek olyan kiegészítő elemek, amiket be is fogok mutatni. Szellőző léc, szellőzőfésű, ez attól függ, hogy milyet alkalmazunk, hogy hullámos cserép kerül-e erre a tetőre, vagy pedig sík cserép. Jelen esetben egy égetett kerámia cserép fog felkerülni megfelelő profilkiosztással. Aztán a gerincnél is szükség lehet tetőkiegészítőkre, amik a gerincmenti kiszellőzést biztosítják számunkra. Az előbb a tetőnél említettem fenn, hogy számos olyan tetőkiegészítő létezik, ami a tetőnek a megfelelő átszellőzését, be- és kiszellőzését tudja biztosítani. Ilyen elemek fönt is vannak, az RS-nél a perforált szellőző szalagot mutattam, az 10 centis változat volt, van olyan, ami csak 5 centi széles, hogyha esetleg ilyenre lenne szükség. Ezen kívül ez szellőző profil formájában is létezik, most csak egy darabot hoztam el, ez 2 méteres változatban egy esztétikusabb megoldás fog eredményezni. Ezen kívül attól függően, hogy a tetőszerkezet kialakítása milyen módon történik, szellőző fésűre is szükség lehet. Ez gyakorlatilag a szellőző fésű az a madaraknak a bejutását gátolja meg abban az esetben, hogyha hullámos profilozottságú a tetőfedés, a tetőfedő elem. Ennek vannak ilyen kombinált változatai, amikor már úgynevezett szellőző léccel együtt van társítva, ez az ereszre ilyen módon kerül beépítésre, és ez a 2 centis magasság fogja biztosítani az ereszmenti megfelelő beszellőzést. Ennek van csak standard szellőző léc változata is gyakorlatilag. A gerinc mentén pedig van olyan perforált szellőző elem, ami a kiszellőzést biztosítja. Itt a ragasztó sávok el vannak helyezve a két oldalon, ez az alsó oldala, ez jön rá a tetőfedő elemre, és itt ezeken a részeken a megfelelő levegő fog tudni távozni, a ragasztó sávok gyakorlatilag pedig a tetőfedésre kerülnek leragasztásra. Így biztosítják a teljesen vízmentes kapcsolatot. Tetőfóliákhoz még számos olyan elem kiegészítő tartozék létezik, amik a könnyebb beépítést és a hosszú távú megfelelő működőképességet biztosítják. Ilyenek a különböző ragasztószalagok, amik lehetnek diffúziós ragasztószalagok külső oldalról elhelyezve, mellesleg kétoldalas ragasztószalag is lehet, ami a tetőfóliák közötti kapcsolatot tudja biztosítani, esetleg bádogos szerkezetekhez, cseppentőlemezre is ezt a ragasztószalagot tudjuk alkalmazni, illetve belső oldali párazáró fóliáknál is szükség lehet olyan kiegészítő ragasztókra, hogyha egy tetőszerkezetről van szó, amik szükségesek lehetnek.